Jön a hír, hogy elbocsátották a jószágigazgatót. Nem sokára a birtokot is el kell hagynia, ugyanis kapott egy sokkal jelentéktelenebb állást egy másik városban. Így indul a kivilágos kivirrattig. Új esztendőre hurcolkodni kell, mint egy rossz utolsó gondásnak. Átkozott kutya! A darabot Moritz Zsigmond regénye alapján Horváth Csaba rendezte. A történet 1898-ban játszódik, főszerepben egy társadalmi osztály, a vidéki gentrik állnak. Ábrázol egy olyan közeget, egy olyan zárt közösséget, amely nem eszmél, tehát nem ismeri fel azt, hogy a világ változik körülötte, és gyakorlatilag ez a tragédiája, minden, ami ennek a következménye legyen az antiszemitizmus, vagy éppen a házasságoknak a konfliktusai, azok mind-mind ezekből, azokból az előítéletekből fakadnak, amelyeket okoz ez a bizonyos fel nem ismerése a világ változásának. A birtokon nagy vigasság készül, Karácsony másnapján István napot tartanak, ide várják a gazdag zsidó földbirtokost, Pogány Imrét is, aki lánykérőbe érkezik. A házigazda lányát, Annuskát szemelte ki magának. Annus egy fiatal lánya, a jószágigazgatónak a lánya, egy nagyon kíváncsi, nagyon szeles, nyüzsgő, nagyon fiatalos és várakozó, szerelemre vágyó lány. Bár Móricz regénye a századfordulón játszódik, ma is megállja a helyét. Horváth Csaba rendező színpadi narrátorokat használ, emellett rengeteg mozgásos elemet alkalmaz. Élőben szól a népzene, a színészek énekelnek, táncolnak. Számomra ez az első ilyen munka, amikor ennyire igénybe vagyok véve fizikailag, és ennyire sokszínű feladatkör van énekelni, táncolni, mozogni közben. Eszméletlen sok mindenre kell figyelni egymásra, hogy minden összhangban legyen a zenével, a mozgással. Hát nagyon-nagyon nagy fizikai jelenlétet igényel, vagy nagyon nagy fizikai munkát, és jelenlétet, koncentrációt, az, hogy ez létre tudjon jönni. A Kivilágos Kivirrattig című darabot pénteken este 19 órakor mutatják be először a Vörös Sándor Színház nagy termében.